itt egy gyönyörű díszpéldány éppen alattam a Viktoritól. Jól látszik, nem titkolták, Hammernek hívják. Viktoriról biztos, hogy kevesen hallottak még ez idáig, hiszen egy viszonylag új márkáról beszélünk. A Polaris a tulajdonosa a Viktori márkának, és nem egy régen megvásárolt névről, vagy licenszről, vagy épített motorról beszélünk, hanem 93-ban kitalálták a Polarisnál, hogy ők bizony nagy motorkerékpárt fognak gyártani, egy komplett palettát. Jelen pillanatban ez már 14 darabot számlál, amit tudnak kínálni. És 98-ban indult el a futószalag először, akkor kezdődtek az első darabok, akkor görgültek le. Kétféle V2-essel gyártják a Viktorikat, 100 illetve 106 köbincses változatban. Ez a 106 köbincses, ez jól látszik ezen a stílusos levegőszűrő fedélen. Ez azt jelenti, hogy több mint 1700 köbcenti a gép. A teljesítménye 95 lóerő, 140 Nm, ez jól érezhető is rajta, és ahhoz, hogy ezt a teljesítményt le tudjuk rakni az útra, szériába 250-es hátsó gumival kínálja a Viktori ezt a darabot. Én azt mondom, hogy V2-es cruiseren, ami szériában, ahogy a járból kijött, ami ennyire összeszedett és jól végzi a dolgát, én még nem nagyon találkoztam. Jó a teljesítmény, a leadás, nem utánoz igazán senkit. Ugye a nagy konkurencia a Harley Davidsontól, még a hengerszögben is egy pár fokkal eltértek, hogy ne lehessen azt mondani, hogy egy az egybe le lett koppintva. Ráadásul, ami a legnagyobb különbség, hogy ő fölül vezérelt és fölül szelepelt is, nem úgy, mint a Harik. Előbb, hogy felültem rá, akkor fedeztem fel, hogy a blokknak a bal oldalára az van ráírva, hogy Freedom V-Twin, tehát magyarul a szabadság V2-ese. Hát igen, tehát tényleg olyan, olyan szabadságérzete lesz az embernek egyből. Olyan kellemesen kemény a váltó, kellemesen kemény a kuplunk, és aztán a hang az is ilyen olyan kellemes. És akkor nézzük meg, hogy mi az, amikor 140 Nm-t úgy megpróbálom teljes egészében rá provokálni a 250-es hátsó gumikra. Nagyon keményen megyen. Tehát kell ide a komoly fékrendszer, kell ide a upside-on villa, minden, mert a motor az keményen megy. Na. Még mindig nem ér le, és ahogy húzom a gázt, picit túlkormányzottan válik a motor, indul ki, de jó indulatúan kezd kitörni a fenekem, mert én a gázkarral irányítom azt, hogy ezt mennyire tegye ő. Túrára és a mindennapokra is egy nagyon jó használható V2. Lehet döntögetni vele, nem ér le hamar, jó a hang, jó a fék, nagyon kellemes az ülés pozíciója. Az ülés úgy magába fogad, nem kezdek el csúszkálni rajta se előre, se hátra. Ez olyan nagyon kis fincsi, olyan nagyon rendben van.